Marosán György vezetőedzővel beszélgetünk. Gyuri, itt vagyunk még Répcelakon, hamarosan indultok Kisvárdára. Történelmi jelentőségű mérkőzés következik, Kisvárda Master Good SL lesz az ellenfél. Mit vársz az összecsapástól, hogy sikerült felkészülni? Törekedtünk arra, hogy maximálisan fel tudjunk készülni a mérkőzésre. Ugye mind a nyári felkészülésünk, illetve speciálisan erre a mérkőzésre is próbáltunk koncentrálni, illetve erre a mérkőzésre már speciálisan készülni. Mindent megteszünk azért, hogy sikeresek legyünk. Minden mérkőzésen, ahogy szoktam mondani, győzni akarás maximális vágyával. Lépünk pályára, és nem foglalkozunk azzal, hogy most éppen ki az esélyes papíron, ki nem esélyes. Mindent meg fogunk tenni azért, hogy elhozzunk pontokat Kisvárdáról. Három idegenbeli mérkőzésre kezdünk, ez az első. Nagyon fontos lenne akár, úgy ahogy mondod, pontok szerzése, hiszen akár a végső célunk elérésében segíthet ez bennünket. Így van, tehát én is így szakaszoltam a bajnokságot, hogy te mondod, első három fordulóba kettő pontra van szükségünk ahhoz, hogy a bennmaradás reális célunk legyen. Milyen nagy dolog lenne ezt egyben az első fordulóba megszerezni, természetesen a harmadik forduló az a kiemelt mérkőzésünk a Szent István ellen, de gyönyörű dolog lenne elkezdeni pénteken a pontszerzést. Jó formában van a csapat? Bízok benne, hogy igen. Köszönöm szépen, sok sikert kívánok! Köszönjük szépen!